Halló, sziasztok, kedves követőim! Üdvözöllek titeket újra itt Ildikó Beauty csatornáján, és láthatjátok, hogy nem csak azért van sötét, mert be van húzva a függöny, mert tényleg sötét van, sőt, meg is tudom mutatni nektek ilyen nagyon menőn, hogy hány óra van, ugyanis karácsonyi ajándékom az egyik, és annyira menő, hogy kinyitom és világít. Úgyhogy én meg is tudom nektek mutatni, hogy pontosan este 7:30 van, és hát miért is jelentkezem most be? Nem azért jelentkezem be, hogy én most egy ilyen Douglas Hall videót mutassak, mert tulajdonképpen ez a csomag ma jött, és úgy különösebben nem akartam ebből egy ilyen Hall videót készíteni, de hát azért nem mehetek el amellett, hogy van ebben két olyan termék, amire külön nagyon kihegyeztem így a érzékszerveimet, és nagyon-nagyon vártam, hogy le tudjam őket tesztelni. És hát természetesen nem bírtam ki, és mindenféle kamera, meg egyéb beállítás és minden nélkül, én délben az egyik terméket, és mindjárt mutatni is fogom, hogy miről van szó, én ezt feltettem a szememre, és gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy több mint 7 órája, most fogok elkezdeni köhögni, benyeltem valamit? Na szóval, hogy több mint 7 órája viselem ezt a terméket a szememen, és én arra gondoltam, hogy én most fölvettem egy ilyen szép blúz, ez az egyik kedvenc blúzom, és egyébként szerettem volna még venni, de már nem elérhető más színben. Úgyhogy mielőtt kérdeznétek, ez is egy ilyen Bonprix-es rendelés, de már legalább egy-két éves, és hát tényleg gyönyörű, és ilyen harang ujja van. De nem is ez a lényeg. Na, még egyszer belekezdek, hogy én most miért is csinálom ezt a videót. Hát azért, mert tulajdonképpen le vagyok döbbenve. Le vagyok döbbenve, hogy ez a termék, ami a szememen van, több mint 7 órája, meg sem mozdult. Egy, kettő. Az én állandó könnyező szemem nem könnyezik. Tök jól néz ki még mindig, semmi lepergés, semmi pandamaci fold. Egyszerűen úgy néz ki a smink, mint ahogy én ezt 7 órával ezelőtt föltettem. Oké, azért azt elmondom, hogy csak és kizárólag a szemhéjamra most egy kis aranyat föltapogattam, mert azért az már egy picit leharcolt állapotba került így estére. De hát, hogy miről is van szó, most már tényleg nem csigázlak titeket. Na, akkor elmondom. Hát szóval a szempilláimról van szó, és hát meg is mutatom egész közelről, hogy ez a szempilla bizony, ha hiszitek, ha nem, 7 órája föl van a szememen, nem folyt ki, nem perget le, nem maszatolódott el, nem csomósodott össze, és mindentől függetlenül olyan gyönyörűen néz ki, olyan szép a finise, hogy amikor én már föltettem a szememre, így az első húzások alkalmával, hogy éreztem, hogy olyan kellemes, nem szúrja a szememet, jó az applikátora, tényleg most már lehull a lepel, az egyik termék, ami itt a Douglas-es dobozban volt, és mindenféleképpen szerettem volna kipróbálni egy olyan szempilla festéket, ami nem drogériás. Én azt elmondom még így előjáróban, hogy általában az esetek 90%-ában drogériás szemspirálokat használok, én szerintem, hát, 30 éve biztos. Tehát 30 éve biztos, hogy ilyen 10 éves korom óta sminkelem a szememet, és mindig drogériába vettem szemspirálokat. Voltak is kedvenceim. Az első nagy kedvencem a Max Factor 2000 volt. Még anno, a 90-es években zseniális volt. És most is van drogériás kedvencem, ami nem más, mint a L'Oréal Telescopic, ami nagyon klassz és nagyon szép pillákat csinál, és ilyen vékony, hosszú applikátora van. Időközben rájöttem, hogy a szilikonos applikátorral nekem jobb dolgozni, nem tudom, szóval szebbek a pilláim, jobban kifejeződőbbek, amikor kisminkelem, nem tudom, egyszerűen mostanában így változott a véleményem, mert régebben kifejezetten nem szerettem a szilikonos applikátort, most meg nagyon. És hogy visszatérjek arra, hogy én azért egy-kétszer vettem és kipróbáltam drágább high-end termékeket is, méghozzá például a MAC Stack
szempilla festéket nagyon szerettem, nekem az nagyon bejött. Azon kívül többször és többszörösen után vettem a Nye Olearit, ugye az egy olasz márka, és az is ilyen 10.000 forint körüli kategória, ez már azért egy high-end kategória, a szempilla vissza pödrös, göndörítőset és a hosszabbítós, ilyen volume növelő, azt is többször vettem, illetve ami még egy nagy kedvencem, és tulajdonképpen úgy a high-end és a drogéria közé lövöm be, úgy félúton, egy ilyen átszállással, az az Art Deco. Ez egyébként egy szintén szilikonos. Tehát most tényleg olyanokat használok, amelyek szilikonos applikátorúak, de hát mi az, ami most a szememen van? Hát nem más, mint a Lancôme-tól, méghozzá egy, és pontosan meg is mondom, hogy milyenek a pontos neve. Az a neve, hogy Definiseals, de egy ilyen definíciont, egy magas definiálást ad, gyakorlatilag magyarra lefordítva, egy igéző, tehát nem is tudom máshogy igazából lefordítani, tehát tulajdonképpen egy ilyen meghatározó, egy olyan definiált szempillákat varázsol neked, ráadásul még azt is ígéri, hogy így szeparálja a pilláidat. Na most hát azért nézzétek meg így messziről, és mondom, ez egy ilyen 7 órás föltétel. A videó elejére be fogok vágni egy olyan kis videót, amit én short videóban már ma föltettem így napközben, amikor én föltettem ezt a szemspirált, úgyhogy láthatjátok a kezdeteket is, tehát a kezdeti állapotot is, de hát ez így néz ki, és szerintem nagyon meggyőző és nagyon-nagyon szép pillákat csinál. Ez a szemspirál ilyen 13-14 ezer forintba került. Azt hiszem, hogy volt rá valami akció, most vagy végösszeg akció volt, vagy magából a termékből jött le, erre most pontosan nem emlékszem. Minden esetre nagyon kis szép. Tehát maga a szemspirál, az egy ilyen nagyon kis kecses, kis ilyen hosszú, hogy mondják ezt, ilyen borításban érkezik, egyébként tényleg nagyon-nagyon szépen néz ki. Azt még megnézem nektek, egyébként ez a 01-es árnyalat, és itt külön még ír mindenféle százalékokat. Azt mondja, hogy azt akarom megnézni, hogy ez hány millis. Ez egy 6,5 millis. Most összehasonlítva például a L'Oréal Telescopic, az egy, hát figyeljetek, annyira béna vagyok, hogy nem találom meg ezeket a írkálásokat rajta, pedig biztos, hogy rajta van. Hát lehet, hogy ez egy 7 millis, az Art Deco pedig, hát hogy arra se írták rá, de várjatok, itt van. 15 milli. Oké, tehát ez az Art Deco szemspirál, ez egy 15 milli tartalma, egyébként hónapok óta használom, és fantasztikus még mindig, és nem romlik, és nem történik vele semmi. Ugye ez egy ilyen kisebb kiszerelés. Megmutatom nektek, különben, ugye itt van a Lancôme-nak ez a kis virág, ez a kis rózsa, és ennek az applikátora is nagyon-nagyon hasonló, mint a L'Oréal Telescopic. Tehát az is egy ilyen vékony, hosszúkás, talán annak még egy picivel vékonyabb az applikátora. Most így egymás mellé rakom a kettőt. Igen, az egy nagyon picivel hosszabb és vékonyabb, ugye őróla van szó, de én mindenféleképpen, hogyha már választhatok, akkor én azokat az applikátorokat szeretem, ami mondom, egy ilyen hosszokás, nem olyan nagyon buci fejű, és mindenféleképpen szilikonos. Na most még azt megnézem, ez két rétegbe van rátéve, ugye ez pontosan, mondom, 7 órával ezelőtt történt meg ez a pingálás, hogy tulajdonképpen hogy viselkedik, hogyha én most egy picit szeretnék így építeni, egy picit szeretnék még így rátenni, azt kell mondjam, hogy ez is működik, tehát nem potyog le belőle,
Ugye én most itt nézem magamat így a kamerán, de most megnézem magamat itt is. Abszolút lehet, tehát ez lesz most a harmadik réteg rajta, és látom, hogy ez most már, tehát, és mondom, több órával később, ez most már tényleg egy ilyen elképesztő szép finis. Tehát ez az a finis igazából, amit én nagyon szeretek, és még sincs ilyen pókláb hatása. Tehát sokan azért nem szeretik ezeket az ilyen nagyon-nagyon tömegnövelő, meg dusító szemspirálokat, mert tényleg egy idő után, hogyha sok rétegbe fölrakod, mondjuk a sokat azt úgy értem, mondjuk, hogy három rétegben akár, akkor lesz egy ilyen csomós hatása, lesz egy ilyen műszempilla hatása, ezt nem mindenki szereti. Én szeretem, de azt kell mondjam, hogy ez a finish nekem most nagyon tetszik, és szerintem ez nagyon kifejező. Úgyhogy ebben a videóban még szeretném nektek megmutatni, így nappali fényben is, és amikor direkt, tehát élesben sminkelem magamat, tehát szeretnék egy ilyen kis videót is beleforgatni ebbe a történetbe, és hát azt kell mondjam, hogy mindenféleképpen meggyőzött ez a szemspirál. Nem fogom azt mondani most, hogy én mindig ilyen drága spirálokat fogok venni, de ki szerettem volna próbálni mindenféleképpen nagy márkáktól is szempillafestéket, és hát nem fogom most így annyira így előre a spoilerezést még fokozni, de hát azért elmondom ebben a videóban, hogy, és ezt még ki se bontottam, itt van még egy szemspirál, ami nem más, mint a Diornak a szempillafestéke, és hát ez is egy ilyen nagyon drámai hatást ígér. Egy picit más ennek az applikátora, és ez egy picit nagyobb termék is, tehát ez egy picit nagyobb térfogató. Ez egy ilyen matt műanyag, egyébként nagyon-nagyon jól néz ki, nekem ez nagyon tetszik, ugye a Dior felirat itt van, és ennek az applikátora is szilikonos, de ez már egy vastagabb. Úgyhogy egy következő videóban ő fog terítékre kerülni, és hát ebben a videóban meg tovább fogom még egy picit folytatni ennek a bemutatását. Holnap mindenféleképpen újra veszem azt a részt, amikor spirálózom a szempillámat, és megnézzük nappali fényben is, hogy milyen. Szerintem a tesztelési fázist bőven kipipáltok azzal, hogy ez így néz ki most este, úgyhogy én nagyon remélem, hogy meggyőztelek titeket. Most itt elköszönök, és holnap találkozunk. Sziasztok! Na, halihó, ma tovább tesztelem a Lancôme szemspirált, és ugye tegnap este azért ez elég meggyőző volt szerintem, amit fölvettem nektek. Most ébredtem fel egyébként, iszem a kávémat, isteni ez a napsütés, úgyhogy ilyenkor egy pár percre azért így most már kijövök az erkélyre, és most föltettem egy szem alatti tapaszt, hogy így éledjen a bőröm, frissüljön, és előkészítsem majd a sminkeléshez. Úgyhogy következő etap már az lesz szerintem, hogy látjátok élesben ezt a szempillafestéket, ahogy használom. Úgyhogy most megiszom a kávémat.
ha nem tudnátok, Feri közölte, hogy őt most hype-olnom kell. Tehát, hogy ő a tenyerén hordoz, hogy ő mindent megcsinál. Mondjuk azt nem tudom mondani, hogy most főz, takarít, mert ez így nem igaz. De a főz. A főz, és néha besegít. Hát elnézést, a legfontosabb. És néha besegít a takarításban. Felét legalább. Na, szóval, hogy azért mégiscsak lényegre térjek, és szeretném itt lezárni ezt a videót egy kis intermezzo után. Hát láthatjátok, hogy az egész folyamatot láthatátok az előbb. Nagyon meg vagyok elégedve ezzel a szempillafestékkel. Nagyon kényelmes, nagyon jó érzés egyáltalán a szempilláimon viselni, ha ilyet lehet mondani. Tehát nem nehezíti el a pillákat, nagyon szép ívelt, nagyon szép színe van, tehát ez egy nagyon szép sötét fekete, ugye az sem elhanyagolandó. És hát a tegnap tanulsága, hogy hát nem csak 7 órát volt fönn, mert aztán én utána még vagy 2 órát nem szedtem le a sminket, és már ilyen este 10 óra körül volt, amikor mondtam, hogy na jó, most már elmegyek zuhanyozni, és még akkor is fenn volt. Úgyhogy én nagyon-nagyon ajánlom nektek ezt a Lancôme szempillafestéket, hogyha tényleg ki szeretnétek próbálni egy minőségi, egy tényleg egy magas árkategóriájú és egy magas kvalitású, nagyon-nagyon jó márkát, ezt szívből ajánlom. Egyébként amúgy is a kedvenc alapozom Lancôme. Úgyhogy igazából azt kell mondjam, hogy nem csalódtam. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a teszt videót. Én remélem, hogy meggyőző volt, remélem, hogy hasznos volt, és remélem, hogy tudtam nektek egy új ötletet adni. Köszönöm, hogy megnéztétek, vigyázzatok magatokra, iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok a videót, és kommenteljetek. Sziasztok!